Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. És csak azért kezdem most ezzel a mondattal a videót, mert hogy valaki a múltkor kifogásolta, hogy az utóbbi időben, mintha eltűntek volna ezek az egykor ikonikussá vált bevezető szavak. Szóval most itt van. Egyébként üdvözlök mindenkit Szenigáliából, Olaszországból, ahol a Phosphorus Science Fesztiválon dolgozom éppen. Lassan indulnom is kell majd összekészülni a mai előadásokra, illetve foglalkozásokra, de előtte szeretnék nektek megmutatni valamit. Leginkább talán egy biciklipumpára emlékeztet ez a cucc, azzal a különbséggel, hogy itt nem jön ki semmilyen cső, amin keresztül a levegő távozni tudna, tehát az összes levegő, ami oda benn van, oda benn is marad, csak összetömörítve. És akárcsak a biciklipumpa esetében, az összes üritett levegő itt is felmelegszik. Hogy mennyire? Hát úgy pár száz fokra. Tényleg? Tényleg. Akár egy WC papírt is meg lehet gyújtani vele. Mindjárt meg is mutatom. Ennek a csőnek elég vastag fala van, amiből következik, hogy nem igazán jön létre hőátadás a bennlévő levegő, illetve a környezet között. Ez egy úgynevezett adiabatikus állapotváltozás lesz. Mindössze arra kell odafigyelnem, hogy elég gyorsan nyomjon be a dugattyút. Ennél azért gyorsabban. Igen, tudom, ebben semmi újdonság nincs, majd jönnek azok a kommentek, hogy akinek csak van jogsia, az műszaki alapismeretek címszó alatt már biztos megtanulta, hogy a dízelmotorban körülbelül ugyanígy érik el azt a hőmérsékletet, ahol az üzemanyag képes meggyulladni, de azért hozzáteszem, hogy nyilván azt is mindenki tudja, hogy hogyan kell egy eszméletlen vérző, potenciálisan gerincsérült áldozatot kiemelni egy árokba fordult kocsiból, hiszen ezt is mindenki megtanulta az első segély címszó alatt jogosítványszerzéskor, ugye? Érdekessége ennek a jelenségnek, hogy egyébként már több száz éve használják tűzgyújtásra, azért a gyufa valamivel kényelmesebb, vagy az öngyújtó. Na mindegy, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ja, és ha gondoljátok, mivel többen írtátok már, lehet egy újabb kérdezfelelek videó rövidesen. A kérdéseket vagy a videó alatt tegyétek fel, vagy pedig Twitteren, RBLC81 a nevem, címezzétek nekem, illetve írjátok be, hogy hashtag Szertár. Sziasztok!